Sziasztok, sok szeretettel üdvözlöm mindenkit itt az MPV-nek a legújabb adásában. Látjátok, hogy nem otthon vagyunk, hanem a Stadium Access srácoknak a stúdiójában, egy stúdiójában, és így helyhiány miatt így ide a kamera alá szorultam, de most nem én leszek a lényeg, ki is fogok mozdulni a kamerából. A mai alkalommal, ahogy múltkor Ákosnál is, belesünk a Stadium Access srácoknak így a boszorkány konyhájába, és megnézzük, hogy mivel készítik a zenéket, hogy épül fel a stúdiójuk, illetve maga az egész stúdió folyamatokról fogjuk kérdezni. Úgyhogy most nem én leszek a lényeg, ki is mozdulok a kamerából, és a srácokról lesz a hangsúly, úgyhogy ki is így sasszézok innen, és felétek fordulok. Először, mielőtt így belemennénk a cuccokba, kíváncsi vagyok arra, hogy szerintem ti vagytok talán az egyetlen olyan páros itthon, mert külföldön is nagyon kevés páros van, akik mind a ketten tipikusan stúdiógályok, és nem úgy van a duó felosztás, hogy az egyik a stúdióban ül, a másik meg telefonálgat, meg kávét főz. Ezt ti az elején hogyan boxoltátok le? Várj, ide veszem a bohócorrat, szóval, hogy hát azért mi DJ-zünk is, tehát a Zsolti az DJ-zik körülbelül 15 éve, én is egy 10 éve elkezdtem még így 2009-ben, szóval nem feltétlenül csak stúdiógályok vagyunk, hanem mellette azért DJ-zünk is már jó pár éve, de valahogy ez úgy alakult ki, hogy ugye Zsoltinak volt az előző formációja, a Muzaik, és amikor én így elkezdtem így mondjuk így fél profin csinálni, vagy profiban csinálni ezt az egész zeneírás producerkedést, akkor találtuk így meg egymást, és valahogy az első pillanattól már úgy alakult ki, hogy ketten ültünk a stúdióba, közösek voltak az ötletek, tehát nem volt még olyan zene, amit ne közösen fejeztük be. Persze volt az, hogy egyik ötlet innen jött, a másik ötlet onnan jött, de végén mindig közösen fejeztünk be mindent. Ez annyira tökéletesen elmondta a Dávid, hogy ez nem is szoknik hozzátenni. Akkor visszaveszem, én tartom elétek, úgy sokkal egyszerűbb szerintem. Most inkább arra gondoltam, hogy mind a ketten tudom a múltatokat, mindenki csinált már a Stadium Access előtti zenéket, tehát nem így együtt kezdtetek bele így maga a zenekészítésbe, teljesen nulláról. És tipikusan tudom, amelyik projektbe ti dolgoztatok, rengeteg projektbe dolgoztatok, ott ti voltatok a megvalósító személyek szinte A-tól Z-ig, és nyilván itt mindenkinek kialakul egy sajátos munkarendje, tudja, hogy mit, mivel akar csinálni, mert vannak a szokásai, és amikor ti most leültetek Stadium Access címszóval, akkor mindenki hozta a saját szokásait, és nem úgy van, hogy mondjuk van egy srác, aki annyira nem ért hozzá, és azt mondom, teljesen rábízom, nem szólok bele, én csak az ötleteket adom. Hogy ezt a részét hogy tudtátok így átültetni, tehát hogyan tudtátok így összeszokni, akár technikailag. Mert Dávid, te is mondtad, hogy igazából nálad is ugyanaz megvan, ami itt megvan, tehát két stúdió van, hogy nem egy stúdióba jártok, tehát így ez a kérdés, hogy így hogyan jöttek így a munkafolyamatok létre, mert elég hatékonyan dolgoztok azért. Ja, jó. Szóval igen, próbáltuk úgy kialakítani a stúdiókat, hogy nagyjából ugyanazok a hardverek, meg szoftverek legyenek, ugyanez volt a monitor hangfalakra is, a Zsolti az életre halára Genelekes, én Dynaudios vagyok. Tehát lett egy Dynaudio, meg tehát itt is lett egy Dynaudio, meg nálam is lett egy Genelek, ami itt is körülbelül annyit van bekapcsolva a Dynaudio, mint nálam a Genelek, tehát semmi. De igazából nem, mostanában egész sokat használtam, tehát meg kell dicsérni. Hogy... Igen. Tehát egész sokat bekapcsoltam, és hát talán a legnagyobb probléma az volt, hogy én az Ableton-t kezdtem el használni körülbelül 2005 elején. Zsolti meg 2000... Cubase-ezett. Ő meg Cubase-ezett, na most ez a két munkafolyamat, tehát a Cubase az ilyen szuper német precizitás minden, 600 gombot meg kell nyomni, hogy egy audiosávot berakja, az Ablatonban meg csak dobálni kell mindent, és ez főleg őt ez teljesen kiakasztotta, engem is kiakasztott ez, hogy hát berakni egy plugin-t, itt megnyitom, ott rákattintok ide, hozzáadom az audiót, szóval nem, tehát ne, és akkor ez volt a legnehezebb talán így a Cubase-t így megszokni nekem, meg neki az Ableton-t. És végül mi lett ilyen megegyezéses fődó, vagy így vegyesben dolgoztok? Tehát így mondjuk már 5 éve vagytok? 4-5 éve? 6 éve? Hát már lassan, szerintem 10 éve dolgozunk együtt, de ez a Stadium Access formáció, ez 2013 vége. Tehát akkor egy 6-7 éve. Tehát egy 6 éve vagyunk. Hát az lett a közös megegyezés, tehát ez zenefüggő. Tehát általában, mit tudom én, honnan tőlem jön az ötlet, akkor ugye az Ableton-ba kezdődik az a projekt, és Ableton-ba is fejeződik be. De volt olyan példa, hogy Ableton-ba kezdődött a projekt, aztán Cubase-be átmenekült, mert sajnos Ableton-ba nem tudtuk megcsinálni. De volt olyan is, hogy Cubase-be kezdődött a projekt, ki lett mentve, nem tudom, így a drop nagyjából, és akkor a végleges zene meg Ableton-ba lett összerakva, tehát mindenre volt már példa mindenféle. Sőt, mert olyan is volt, hogy Pro Tools-ba raktuk végén össze a zenét, ami ilyen poposabb produkció, ahol nagyon sok vokált kellett felvenni, ott meg a végén hagytuk
Pro Tools-ba az egészet. És tehát akkor ilyen multidóba toljátok. Tehát igazából az a lényeg, hogy tehát vannak zenék, ami a Cubase-be soha nem is fog úgy szólni. Pontosan azért, amit a Dávid is mond, mert ez a német precizitás, meg az egész hangképlet, ami kijön a programból, ez nem fog úgy szólni, mint egy Ableton. És ez van olyan sound, aminek ez jól áll, viszont van olyan sound, aminek nagyon-nagyon nem áll jól. Úgyhogy például, amikor valami olyan dropot próbálunk csinálni, ami, mert általában tehát a Dávid is elkezdi saját kis ötletét, én is elkezdem a saját ötletet, és akkor összerakjuk a kettőt, és próbáljuk mindegyikből, ami jó ötlet, azt megcsinálni. De van olyan, hogy például a Dávid elkezd egy dropot, én ahhoz hozzá se nyúlok, kimegyek és együtt befejezzük, mert igazából tudom, hogy most ahhoz én érdemben nem fogok tudni mit hozzátenni, és tudod, hogy amikor valakinek van egy workflow-ja, meg mondjuk elindul egy bizonyos irányba, és utána felállítod a másikat, és odaülsz, és utána elkezdesz valami homlok egyenes más csinálni, az csak keresztbe tesz az egész dolognak. Szóval az a lényeg, hogy a Cubase-t azt érdemben tulajdonképpen akkor tudjuk használni, amikor valamilyen letisztultabb, ilyen tisztább dolog kell, mert azt viszont az Ableton-ban sokkal nehezebb kivitelezni. Ki lehet, tehát mindent meg lehet csinálni már, mert ez nem akadály, csak a Cubase-be például azt egyszerűbb. Viszont például alapvetően én azt mondom, hogy mondjuk a progi zenék, amiket csinálunk, az én nem feltétlenül tartom előnyösnek, hogy úgy szóljon, ahogy a Cubase-ből kijön. Tehát például az Ableton-ban sokkal szebben le lehet keverni, sokkal komolyabban tud szólni. Ez... Amit egyébként nem jöttünk rá, hogy miért. Igen. Külön ilyen teszteket is csináltuk, hogy ugyanazzal a beállítással, ugyanazokkal a pluginekkel, és tök máshogy szólt a végén. Ez érdekes, amúgy erről írjátok meg ti is a véleményeteket. Erre nem jöttünk rá, pont a Háladomunknál volt az, hogy akkor megpróbáltuk, hogy átültetjük ezt a sémát így Cubase-be, és egyszerűen nem állt össze a zene ugyanazokkal, de úgy, hogy 10 decibelre pontosan ugyanazok a beállítások, ugyanaz a master chain, minden ugyanaz, és valahogy nem. Nem, és tényleg nem szólt úgy, de ugyanez igaz egyébként Cubase ből átfit Ableton-ba egy projektre, tehát például szerintem pont a So Much Love azt itt raktuk össze. És az speciál egy elszigetelt eset, mert az elejétől a végéig Cubase-ben készült, és utána átkerült Ableton-ba, és teljesen másképp kezdett el szólni az egész. És pont az a kis minimális különbség hiányzott belőle, amitől, amikor meghallgatod egy bazenet, akkor van egy olyan érzetet, hogy ez így különlegesebb. Na, ez nagyon érdekes, és tök jó, hogy elkezdted ezt a workflow dolgot, tehát ha jól értelmezem, egy munkafolyamat felosztás úgy folyik nálatok, hogy éppen azt csinálja, akinek a legtöbb ötlete van, és ha a másik csak besegít. És nem nagyon barmolja szét az eredeti ötletet, jól értelmeztem? Tehát így... úgy néz ki, hogy mit tudom, hogy heti két közös stúdiózásunk van, és akkor a maradék három napban, ha mondjuk itthon vagyunk, ha nem, akkor az a kettő van, de a maradék három napban külön-külön próbálunk, nekem is van egy ilyen sajátos, ilyen gödöllői workflow-m, ami olyan, hogy... Mit akar a gödöllői workflow? Felkelek, akkor elmegyek a barátaimmal ebédelni egyet, akkor dolgozgatok, és akkor általában így meg szokott jönni egy ötlet, és akkor azt így elkezdem csinálgatni, és akkor egyedül így össze szoktam rakni ilyen 50-60%-osra, hogy meg tudjam mutatni, hogy na ez az ötlet, ha tetszik, akkor befejezzük, ha nem, akkor nem. És tehát akkor nem egymás fülét rágjátok, hanem mindenki magában tud jobban haladni, ha jól értem. Általában úgy tudunk hatékonyan dolgozni, hogy van már, de ez nem csak a Zsolti van, hanem mindenki van. Ha van egy ötlet, tehát most nem kell, hogy meg legyen csinálva, csak hogy maga legyen egy elképzelés, mert az, hogy beülünk a stúdióba, senkinek nincsen semmi ötlete, és csak nézzük egymást, az sosem működött. Ezért szoktunk úgy dolgozni, hogy Zsolti is itthon ebbe a stúdióba próbál valamit összerakni, én is próbálok valamit összerakni, aztán amelyik jobban tetszik, vagy amelyik mindkettőnknek tetszik, azt befejezzük közösen. Meg egyébként ez nagyon fontos, ugye Dávid is mondta, hogy tényleg 10 éve dolgozunk együtt, tehát ha Dávid küld valamit, akkor most tehát nem egy komplett zenét kell elképzelni, hogy akkor most ezt csináltam, és akkor, és ugyanez fordítva, tehát én is csinálok valamit, akkor most nem az van, hogy elkezdünk azon beszélgetni, hogy jaj, az még nem szól olyan jól, jaj, az még nem, tehát ja, igen, tovább tudjuk gondolni. Tehát hozzá tudjátok, most... hogy mi az, ami igen, még. Igen. Tehát, hogy nem kezdünk el azon rájönni, hogy hú, ez most nem szól olyan jól, nem öblös a kick, tehát ezt így hozzá tudjuk képzelni, csak maga az ötlet, hogy mit tudom én, egy olyan progi zenét szeretnénk csinálni, aminek drum and bass az alja, most ez egy ilyen tök értem, csak az irányt tudjátok. Az irányt tudjuk, a többit hozzá tudjuk képzelni, tudjuk, hogyha normálisan le lesz keverve, normálisan le lesz masterelve, akkor jó zene lesz meg. Igen. De például nagyon sokszor van, hogy mondjuk
küldök valamit a Dávidnak, és például a Dávid mondja, hogy hát mondjuk ez a ritmus képlete nem jó a dalnak, tehát hogy azt már alapból kudarcra van ítélve, mert soha nem fogod tudni megcsinálni, hogy gördüljön, persze, menjen a zene. Tehát ilyen dolgokba szoktunk általában belekötni. Mennyire voltam, vagy szokott lenni vita köztetek koncepció kérdésbe? Tehát nyilván azért ez valamennyi olyan, mint egy házasság, szinte többet látjátok egymást, mint a saját családotokat, a utazások miatt, a stúdiózások miatt is, és nyilván az itt koncepcióban azért szoktak lenni mondjuk viták, vagy nézeteltérések, hogy valamelyikötök ebbe az irányba akar menni, valamelyikötök abba, vagy már nagyon összeszoktatós, és már nincs ilyen. Mindig is lesznek viták, mert nyilván tehát két különböző ember vagyunk, és pont emiatt tud jól működni a dolog, de ezek a viták, tehát egyikünk se rosszat akar a másiknak. Nyilván. Nem azért van, hanem ez azt képviseli, hogy valami jót akarunk mindannyian csinálni. Tehát most azért, tehát a vita és vita között is van különbség. Tehát most, hogyha azért kezdesz el vitázni a másik. Jó, hát nem itt, hogy itt csörömpöltök, meg repkednek itt a dolgok, hanem hogy itt megy egy kis kompromisszumos megoldás, hogy mindenkinek benne legyen mondjuk a szíve vágya. Persze szokott, de igazából a fő különbség abból szokott lenni, hogy tehát azért mindketten hasonló zenei stílusból jövünk, de mégse. Tehát én inkább ilyen poposabb vonalon mozogtam, meg ez a ilyen melodik, progresszív house, meg ilyen melodik techno, meg én ezeket szerettem, meg a régi progresszív house-t, ezt a global undergroundosat, és nekem ezek a zenék most így 2019-ben már nem adnak újat, mert abban voltam 10 évet. Ugyanaz a Zsoltinak, mit tudom én, a Tribe House-zal, hogy ő meg abban volt egy nem tudom 5-6 évet kőkeményen, és volt egy olyan év, hogy nekem nagyon megjöttek ezek a zenék, meg nagyon tetszettek, és mondta Zsolti, hogy jó, hát és ezért szólhat, mert ez már volt 10 éve is, és ugyanígy szólt, sőt, meg jobbak is voltak. És tehát még ebből szokott lenni így, hogy így éppen kicsit más zenés stílusban, de amúgy így ki szokott alakulni. Tehát. Szoktatok útközben amúgy dolgozni, mert mindig látni, hogy valaki cipeli a laptopját és ötletenek a repülő, rengeteg időtök van, amikor mondjuk várakoztok a gépre, hosszú utazások, vagy ezt tényleg csak a stúdióra szoktátok így hagyni? Hát ötletelni szoktunk, de hát ezt nem kell olyan komoly ötletelésnek, tehát inkább csak egy ilyen, hogy kitaláljuk mondjuk, ha bekapunk egy remix felkérést, ami általában ilyen elég húzós határidők szoktak lenni, tehát mit tudom én, egy ilyen alkategóriás remixet, mondjuk egy Clean Banditet is úgy csináltunk, hogy arra volt 2 hét. Na most ebből a 2 hétből volt azt hiszem akkor 4 vagy 5 fellépésünk a 2 hét alatt, tehát akkor az még plusz-minusz 2 nap, tehát összesen volt rá vagy 3 napunk, hogy elkészítsük a remixet, ami 3 nap stúdió, vagy még lehet, hogy annyi se volt, 2. És akkor így az út közben így nagyjából ötleteltünk, de hát ez borzasztóan szólt meg, tehát azt nem használtunk utána semmit, csak hogy így maga a koncepció, hogy egy ilyen house groove-on, egy ilyen dallam valami, hogy áll össze. Ilyeneket szoktunk, de így komolyan szerintem nem lehet stúdiózni, meg én eleve nem is tudtam még sose így fejhallgatóba bármit is összerakni. Nem, tehát nyilván egy stúdiót soha nem is fog tudni helyettesíteni egy laptop, tehát ami itt igazán számít, sőt igazából a zenéknek a 99%-ánál az ötlet az, ami számít. Tehát hogyha van egy jó ötlet, és azt te meg ki tudod gyorsan vitelezni a laptopon, most csak mindegy, hogy az hogy szól, tehát utána azon, igen, tehát azon, hogy szól valami, azon egy egész életet lehetne dolgozni tulajdonképpen, de hogyha van egy jó ötlet, azt semmi nem tudja pótolni, tehát hogyha azt akkor meg tudod csinálni a laptopon, de például emlékszem, hogy például a Mombasa az is ki voltunk Egyiptomba, és a hotelszobába a Dávid kitalálta, hogy kellene csinálni egy trombitás zenét. Kellene csinálni egy trombitás zenét, és valami trombitás dallammal, és tehát maga a alapötlet az ott készült. De például volt csomó progi zene, ami úgy készült, hogy ezt mondta Dávid, hogy jó, hát akkor kellene valami olyan hangulatú zenét csinálni, ami mondjuk a szetben van benne. Tehát és akkor, hogy ott milyen hangközök vannak, hogy akkor ott milyen dala felépítés van, milyen a zenének a hangulata. Ugye például egyébként nagyon érdekes, hogy csomó DJ-producer hasonlóképpen gondolkodik, hogy amikor játsza a szettet, akkor ugye a zenéknek hangulata van, és amikor beülsz a stúdióba, akkor nem elsősorban hangokra koncentrálsz, hanem hangulatra. Hangulatokra, meg funkcióra. Igen. Tehát, hogy mit tudom én, ha nincsen egy intrózenék, akkor úgy állunk neki, hogy nagyon jó, akkor szeretnénk egy olyan intrózenét, amivel el tudjuk kezdeni. Ami egy hatásfodász, és ott a hangulatot. Igen, tehát hogy most persze az...
Tehát hangulatokra próbáltok gyártani. Igen, mi így. Mostanában egyébként talán egyre kevesebb DJ-i dolgozik, mert inkább az van, hogy beütött egy séma, és akkor az megnyitja a projektet, aztán ami kifér a csövön, addig kócolja, még meg nem unják a kiadók. De hogy egy, nem tudom, főleg az Axwell-ék ilyenek nagyon, hogy minden zenének megvan a funkciója, szeretnének egy slágeresebbet, vagy a végére valamit, ami ilyen nagyon jó hangulattal zárná a szettet, akkor csinálnak egy ölt, vagy egy hatásvadász intrót, akkor azt. Na, utolsó mielőtt kütyűznénk, van-e olyan dolog, amit kiszerveztek, vagy volt olyan dolog, amit kiszerveztetek, akár mondjuk zenészeknek, mondjuk felvettetek egy gitárt, vagy mondjuk valamelyik zenén elakadtatok és elvittétek egy nagy stúdióba, mennyire tudjátok átozéig a munkafolyamatokat magatoknak megcsinálni, és mikor van az, amikor mondjuk itt segítség kell, és valahova valami spéci emberkéhez elviszitek az adott projektet? 99%-ban saját magunkat az első hangtól a masterig. Egy-két eset volt az, hogy tényleg el kellett utaznunk, és a mastert nem tudtuk mi megcsinálni. Elküldtük masteringelni, de megmondom őszintén, nem voltam elégedett vele. Sőt, itthon, most ez nem fog jól hangzani, de itthon senki nem tudja úgy megcsinálni, ahogy te szeretnéd, ahogy én szeretném. Igen. Külföldön már vannak nagyon jó stúdiók, de ott is egyszer sikerül, egyszer nem. Egyszer vagy elkapja a hangmérnök azt, hogy mire gondolunk, vagy nem. Az a probléma, hogy a mastering is egy nagyon-nagyon ízlésfüggő dolog. Tehát nagyon sokféleképpen le tudsz keverni egy zenét, és nagyon sokféleképpen tényleg annyira pici, finom hangolásokat tudsz beletenni, ami tényleg elviszi a zenének. Igen, és ha nem tudják, hogy ti mit akartok, akkor teljesen másról. Igen, és ugye, tehát például nem véletlen, hogy kín a igazán komoly producerek, azok nem úgy masteringelnek, hogy akkor átküldik a sávokat, és akkor mondják a hangmérnöknek, hogy legyen szabad, és akkor mehet minden, hanem úgy, hogy bemennek a stúdióba, általában még aki ott van, a társszerző, meg a többiek, azok is beülnek, és akkor elkezdik maszterelni a zenét, és akkor ha sikerül egy nap alatt, akkor örülünk, de van, hogy két hét kell, amíg megszületik az eredmény, ami tényleg egy olyan végleges dolog, amire azt mondja a producer is, hogy ez tényleg jó. Jó, akkor nézzük át a kütyüket, hogy mikkel dolgoztok, váltsunk kameraállást. Itt látom, hogy egy nagy PC van megépítve, tehát akkor nem a Macintosh. Nem. A ti választásotok. Nem, mind a ketten PC-vel kezdtünk el zenélni, és ennél is szeretnénk maradni a következő X időben. Igen. Tehát beruháztunk MacBookokra, ami ötletelésre így nem tudom, utazunk arra, tök jó használható, de aztán lehet, hogy csak szokás kérdése, de én nem tudtam elmélyülni annyira így a Mac-es zeneírásba, meg gyorsabban is dolgozok PC-n, szóval mindenképpen így maradtunk a PC-n. No, és akkor a következő, ami egyértelműen látszik, a Dynaudio és a Genelec páros. Egyikötöknek voltak a Dynaudio, másikotoknak a Genelec a kedvence. Hogy jött? Mik voltak előtte amúgy, vagy rögtön így ezt vettétek? Nyilván bejártatok ti is egy fejlődési görbét, hogy miért ez a két márka, amit így választottatok? Hát én vagyok az életre halálra Dynaudiós, de igazából nekem ez a második hangfalam életemben. Előtte volt nekem EMU-im, ami még egyébként mindig otthon. Ez a PM5-ös? PM5-ös. Az zseniális volt, és akkor gondolkoztam, hogy mit vegyek, és akkor körülbelül, hát ez messze nem 9 éve vettem, használtam DM5-ösöket, amit annyira szeretek azóta is, hogy igazából... Azok aktívak voltak, nem? Én csak aktívat használtam, világéletem mindenből. És akkor, amikor elkezdtünk a Zsoltival dolgozni, aki előtte M Audio volt talán. Volt nagyon sokféle hangfalam. És mindegy, ahogy így elkezdtünk vagy komolyabban dolgozni, nem tudom, 8 éve, akkor szerintem akkor vetted a Genelec-et. És hát egy jó pár éve én is beruháztam egy Genelec-re, ilyen praktikus okokból, hogy átjön, akkor ő nagyjából tudja, hogy a Genelec hogy szól, meghallgatja ott is a zenét, én nekem fogalmam se volt akkor, hogy... Tehát egyébként, amit tudni kell mindegy az hangfalról, sőt, úgy unblock majdnem minden hangfalról, hogy mindegyiknek le van előny és hátrány. És én amikor annak idején megvásároltam a Genelec-et, akkor én teljesen tisztában voltam azzal, hogy a Genelec-nek is van egy borzasztóan nagy hátránya. Tehát nyilván egyébként a maga karakterisztikában van egy úgynevezett look, ami frekvencia az így a Genelec-ből így ne is várjuk, hogy szerintem pont, hogy a Dynaudiónak van, nincsen közepe, és ez tök kicsit valahogy ilyen ifisebben szól. Ennek meg nagyon sok ez a közép, meg ez a közép-magas tartománya, és sokkal jobban kijönnek rajta a hibák, ami
persze popzenénél szuper meg minden, de hogy nem tudom, amikor végighallgatom a Beatportot a Janelle-ken, és így a top 100-ból 95 zene úgy szól, hogy nincs kedvem tovább zenét írni aznap, az így nekem nem tett jót a workflow-nak, tehát én azért maradtam a Dine Audio-nál. Az a lényeg, hogy nem szeretjük ezt a teljes csendet, amikor tényleg a utolsó kis sziszenést is lehet hallani, meghallod, hogy a hangfalnak még alap zaja van, tehát ez nem igazán bírjuk ezt a környezetet. Nem, meg tehát nem csak a hangzásban, hanem így ezekben a nagyon high-tech stúdióban én nem érzem magam otthonosan, tehát hogy és nyilván ugye az ötletek sem úgy jönnek meg. És ha nem érzed magad otthonosan, akkor tudod, nem olyan a kreativitás, nem úgy jönnek az ötletek, szóval én nem is nagyon szoktam érteni, hogy így ülnek a high-tech stúdióban, olyan, mintha egy nem tudom, egy műtőterembe ülnének, és ott próbálnak zenét írni, ami lehet, hogy valakinek bejön, én jobban szeretem, nem tudom, az ilyen perzsaszőnyeges, könyvespolcos, melegszínek, faburkolat. Amikor egy helynek van melegsége, szerintem ez nagyon fontos. Amúgy egyre több ilyen fa burkolatos cuccot lát a stúdiót, tehát és most pont egyébként a Nikinek is az új stúdiója az inkább ez a vonal, igen. Mert szerintem, mert mondom, lehet, hogy valakinek bejön ez a szuper steril, de sokkal jobban tudsz dolgozni, meg sokkal, én sokkal kreatívabb vagyok ebben a környezetben, mint egy ilyen szuper letisztult steril. Stúdióban. Na nézzük akkor a szintiket. Mikor a Stadium X indult, mennyire volt in the box a dolog, vagy már akkor is volt a külső szintik, vagy mikor kezdődött el nálatok ez a nagy vásárlás? Hát nekem az első szintim, a Zsoltitól átvettem az ő Virus TI-ját, ő meg beruházott erre a nagyobbra. Ez a desktop 2-es, tehát ez már... Igen, tehát az a baj ez az analóg szintis dologgal, vagy ez a virtuál analógos, ez olyan, mint egy fürdőszoba felújítás. Hogyha már veszel egy, nem tudom, egy Novation Peak-et, ugye ahhoz már kell venned olyan hangkártyát is, és akkor így belekerülsz egy ilyen őrült spirálba, ami akkor meg már kell normális monitor hangfalakat is venni, hogy tényleg tud használni. Szóval a Virus TI viszont, megint vissza, az szerintem így kezdő zenésznek az a legjobb választás, vagy az egyik legjobb választás, mivel az így bedugod USB-n, és akkor onnantól fogva úgy használni, mint egy VST-t. És belülről tudod használni. És így belülről olyan. Tudod használni, nagyon-nagyon jó hozzá ez a VST felület. Tök jól lehet automatizálni, nagyon-nagyon jó minőségű. Hát már nem muszáj mindig fölvenni, ha úgy és, ugye ebbe a mai hangzás olyan elektronikus zenében nagyon-nagyon jól beillesztető, tehát az tényleg szuperül használható. Azt azért tudni kell róla, hogy ez tehát azon kevés szintik egyike, amit tényleg az elektronikus zenébe azt mondhatom, hogy a lehető legkönnyebben tudsz beleilleszteni. Egyrészt azért, mert ugye a mai, illetve az elmúlt x évben népszerű sampling bankosok, amiből a zenék összeálltak, nagyon-nagyon sok hang a Virusból van. Tehát például a Vengeance samplingekre gondolok, nagyon sok Nexus. A Nexusnak az alapbankja az nagyjából ugyanaz, mint a Virusnak az alapbankja. Igen, tehát ugye ez lett beszamplingelve is. Studio standard lett. Tehát ez szerintem így nagyon jó, mert viszonylag könnyen összefér a többi hanggal, meg a samplingekkel, amit úgy unblock az elektronikus zenében használnak. De tény, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt azért ez sokkal nagyobbat jött, mert ma már tényleg nagyon sok olyan szoftver szinti van, ami a kicsit a szűrők úgy szólnak, mint a Virus, tényleg a Phaser is úgy szól benne. De tényleg pont egyébként a héten beszéltünk róla, hogyha amikor arról van szó, hogy nagyon kevés hangból kell összerakni zenét, ja, és kell egy igazán signature szinti, ami elviszi a balhét, akkor a tényleg a Virus az egy elég jó választás erre. Mi lett a következő, ami így befektetés volt nálatok, és nagyon sokat használjátok? Hú, hát figyelj, Zsoltinál itt van minden, ott oldalra nézel. Igen. Tehát ott a szuper klasszikus ezek a 80-as, 90-es évek house zenéi tulajdonképpen, ez a három régi emu, ugye azóta az emu már tönkre ment, aztán újra lett. Tehát ez már nem az emu, mint a mostani emu. Tehát ez egyiket művész néven V2, V3 és Procussion, hát egyiket a Timbalandtől elkezdve Totteri, Rhythm Masters, Roger Sanchez. Tényleg ez a klasszik. Átozzék mindenki, aki house zenét csinált, az használta. Szerintem én egyébként 10 éve nem kapcsoltam be, mert
nem megmondom, hogy nem volt rá igény, meg ugye annak idején, amikor ezeket vásároltuk, nem voltak ilyen szoftver szintik. De tény, hogy ha most így bedugnánk és meghallgatnánk. De pont a Calvin Harris néztem, hogy ő most ezzel hűzik. Igen, tehát pont ezt akartam mondani, hogy például a Calvin Harris, meg úgy azok az arcok, akik most így újra előkapták a UK House hangzást, azoknak ez nagyon célszerű. Körbe-körbe mennek, és mert érdemes kidobni őket, igen, ki igen, tudja, mikor jön újra a divatban. Ezt én mindenképpen, egyébként annyit még tudni kell, hogy amikor például a Dáviddal legelőször elkezdtünk stúdiózni, nekem nagyon sok mindenem volt. Nekem volt Nordom, volt Lilufetim, volt Waldorf is volt. Waldorfom, irgalmatlan sok szintetizátorom volt már. Most már igazából, amit itt látunk, csak is azok, amiket lehet. Igen. Lehet nekem még a következő beruházás egy Pro Tools 11 volt gitárokhoz. Azt, aki gitározik, nagyon ajánlom neki, hogy vásároljon egyet. Az most éppen doktor bácsinál van szervizben, de szoftver frissítéssel. De utána a következő nagy dolog, amit nagyon szerettem, az a Mini Nova. Azt hát pedekre ilyen különböző, ilyen nagyon digitálisan szól, és baromi érdekes hangulatot tud bele, majd amit majd mutatunk zenét, abba is kb. A kiállásnak a 70%-a ebből van. Ez, ami egyik életem vásárlása volt, ez a Behringer Model D. Tehát ez a Moog-nak a... Ez a Moog-nak a kopia, de olyan szintű kopia, hogy én jobban is szeretem, mint az eredetit. Igen, hozzáteszem úgy, mint ex Moog tulajdonos, hogy ez valóban egyébként egy amúgy mindenki egy nagyon, dicséri, nagyon tényleg azért a Behringert mindig színi szoktuk, de ez most igen, egy, igen, meg egy amikor elkezdtem zenélni, akkor a Behringer hangfalak, hát akinek Behringer volt, úgy néztünk rá, mint a kutyára, de hogy ez tényleg, ezzel most mindent jóvá tett a Behringer, mert hihetetlenül jó használható, hihetetlenül hozza ezt a Moog érzést tokkal vonóval, és hát annyi, hogy ez nem a gyengéknek való, tehát ez nem az, hogy a prezeteket lapozgatod, aztán majd... Tudod, presets are for weak. Igen, tehát ez itt ide már kell azért szintit programozni tudni, hogyha tudom, hogy szeretnék egy reese-based, akkor azt három tekeréssel el tudod érni, tehát ez azért már kell skill. Viszont ilyen lézer hangokra, amik most nagyon mennek a tech house-ba, tényleg ez a reese-based-es sztorikra, meg az ilyen nagyon primco, egyszerű dolgokra, ami nagyon érdekes, mert meg tudod csinálni szoftver szintibe is, de amikor ilyen nagyon-nagyon egyszerűt akarsz csinálni, tehát egy nem tudom, egy pitchelt színuszt, vagy egy ilyen pitchelt szószintit, meg ezeket a detunolt szintiket, ezeket nagyon jól tudja hozni. Igen, amit nagyon szeretek, az baromi egyszerű csinálni, ez a reese bass, ezt most minden alá be szoktam tenni. Meg ami mostanában nagyon megy, ez a detunolt analóg sztori. Igen. Ezek a hexagonos dolgok tök fel jól megoldhatóak innen. Aha. Ezekre szoktuk használni, ezeket nagyon jól lehet. Melyiket? Nézzünk egy Virus. Szóval ez reese-bass-ekre, sub-bass-ekre, tehát ilyen szuper egyszerű. De meg ilyen lead-esebb dolgokra is. Lead-esekre, erre a hexagon hangzásra, ezt most nagyon-nagyon jól tudja mindenki használni. Kordokat, mivel ugye monofon, ez egy kicsit körülményes, bár... Szól még. Szól, persze. Tehát azért ilyen jellegű kordokat viszont viszonylag egyszerű benne csinálni. Mondjuk a... Érdemes így. Jó réves. Szóval ezekre is egyébként nagyon jól lehet. Annyi a hátránya, hogy tényleg itt el kell kezdeni ezzel foglalkozni, és tehát itt nem tudják váltogatni a prezeteket, tehát itt tényleg mindent mindent ki kell próbálni, mindegyik gomb, hogy mit csinál, és akkor így bele lehet tanulni. Nagyon jó, egyébként. Nagyon
a legjobb befektetés tényleg, és nem is drága. Ja. Mennyire nehezen tudjátok beletenni a mixbe ezeket a hardware cuccokat? Hát a Mini Nova az tökéletesen beilleszthető, a Behringer az leginkább ilyen bészekben, meg ilyen effektekre szoktuk használni, tehát még leadet nem próbálkoztam vele, vagy várjál, próbálkoztam? Volt. Ugye hát ennek a hátulütője, hogy mostanában az elég sokat kell automatizálgatni, ez meg itt az automatizálgatás az, hogy ketten odaülünk, aztán elkezdjük csavargatni ritmusra. Amit nagyon szeretünk, az most egy újabb cucc, ez a Novation Peak. Ez, hát ennek annyi a története, hogy szerettem volna egy ilyen polifon analóg jellegű szintetizátort, és először gondoltam, hogy a Prophet lesz az, ami nekem jó lesz. Kipróbáltam, nálam volt egy 2 napot, aztán vissza is vittem, hogy ez nem kell, mert valahogy, tehát már eleve, mondjuk lehet, hogy nem is volt rossz, vagy jó a kezdés, mert úgy működik, hogy megveszed a Prophetet, nem tudom, 800.000 forintért, 700.000, és akkor még külön meg kell venni a VST plugint hozzá, tehát ilyen fura. Viszont ez a Peak, ez tényleg zseniális. Akkor szoktuk használni, amikor így megvan a track, tök jól szól, van valami tényleg jó drop, viszont hiányzik belőle valami, de tényleg így, hogy valami, és egy kis analóg melegség, vagy egy kis érdekes hangulat, akkor a Peak egyébként az hozzatok a vonóval. Nagyjából ugyanarra szoktuk használni, mint a Mini Nova, csak a Mini Nova az inkább ilyen digitális, érdekes hangulatot szokott, ez meg ezt a ilyen régi analóg melegséget hozza. Tényleg olyasmi lenne, mint egy Prophet, de valahogy mégis szerintem sokkal többet tud. A tér az rendkívül jó benne. Használható egyébként, meg tök jó, hogy egy helyen van minden, mert a váruszt azt valahogy annyira nem sikerült szerintem jól kialakítani, de cserébe viszont van hozzá VST, ehhez még... Viszont ez tök logikus elrendezés, nincsen. Ami nem látom. Igen, olyan mintha egy szoftver szintit néznél, tehát látod a ampnak az envelopját, akkor a filtert, meg logikus az elrendezés, tök hamar ki lehet ismerni. Igen. És ilyen... Tudja ezt az ilyen nagyon furcsa, ilyen múgos feelinget is, tehát igen. Viszonylag multifunkcionális lett a... Ő egy polifon. Aha, ő egy 8-as el. Érdek. Nagyon komoly egyébként a overdrive funkciója. Hát ezek a saját vezetek, amiket csak így, amikor megjött egy, nem tudom, órán belül kitekergettünk, szóval nagyjából használhatja is magát. Nagyon-nagyon egyszerű, meg nagyon-nagyon jól rááll a kéz. És azt keresem, hogy van egy, amiből az új zenét konkrétan csináltuk. Ez. Szóval, hogy nagyon-nagyon jól lehet használni, és én nagyon szeretem a hangját. Nagyon szép pedek is vannak egyébként benne. Vannak, de az alaprezetek is, sőt, egyébként, fun fact, van valami magyar beütése is, mert ilyen nyuszika. Meg, ezt felmutattam, hogy lássuk. Nyuszika, ez teljesen stoki prezet benne, meg várj, még volt valami. Lehet, hogy pár. Macska. És tele van magyar szavakkal, szóval valami magyar beütése is lehet itt a valami magyar fejlesztő brigádnak, igen. Szóval nagyon a pedek, valami szépen szólnak benne. De szuper klasszik analóg kordokra is jó. Tehát akkor ez is egy univerzális. Igen. Persze. Tehát bármi ilyen stílusban. A legtöbb cucc, amiket ugye mondtuk, ja. És használunk. Nagyon jó house cuccok vannak benne. Azt kell tudni a Virus TI desktopról, hogy ez 16 hangszín tudsz beletenni. Meg nem mondom, hogy hány hang polifon. Azt én sem tudom, hogy hány. Nekem a kisebb van a 4-es egyébként, ha nem
elszállós trance csinál valaki, és az összes sávot ebből akarja, akkor egyébként szerintem a négyes is undig elég. Szerintem nekem mondjuk mióta... Mondjuk ott bonyolultabb hangszíneknél, ami tényleg több igen. polifon, ott abból maximum kettőt tudsz használni, de... Igen, igen. Tehát az annyit kell róla tudni, hogy irgalmatlan sok preszettel érkezik. Tehát, hogyha valaki... És meglepően jók. Igen, pont itt... Pont itt igen, most valakinek biztos sok. Valakinek biztos sok van, nekem speciál, de... Ott van a D-fangokban, látod meg a Chocsess mappabban, jók vannak. Itt van a Iris Steel Factory Backup? Talán. Igen, látszik, jó. Mennyit szoktuk használni az alapot. Nem, hát igen. Tehát mindjárt végig megyünk a... Tehát B-szektor elkezdve... Pedek. Egyébként irgalmatlan jó a zengető és a torzító funkció is a... Már jó szűrő is van. Nagyon. Hát ugye muk szűrő van a vírusban, ezt azért így érdemes megállítani. Komoly. Komoly. Tehát végül is, ha mondjuk valaki vesz egy vírus, mondja ezt a berit, de. Bármit meg tud oldani belőle. Hát nagyjából igen. Nagyjából igen. Egy initet, hogy... tehát ami ez a reverb, ez annyira szépen szól, hogy amikor virust használok, én nem is szoktam semmilyen külső plugin használni hozzá, mert ez tényleg annyira szépen szól. Ami tényleg jó, hogy Zsolt is mondta, ez a szűrő sztori. Ilyen progi house-ra, trance-re, a zseniális. A torzítót akarom, hogy itt van ilyen karakterisztika cucc, hogy... A leaden készülsz hozzá. Ennyi elmutatom, mi a különbség, de először jól megtorzítom. De azt tudja, hogy ez valahogy máshogy torzul, tehát nem... Amikor bekapcsolod a karaktereket... Még itt... Nem is tudom melyiket. Tehát így egy csomószor ez az analóg boost, ez jó, mert ez jól megtolja a magasakat. Viszont a leadeknél szokott lenni, hogy így van nagyon sok bántó frekvencia, ilyen, nem tudom én, 4000 és 6000 között. Ezeket nagyon szépen így kiszedi. Szóval ezt a vírust mindenképpen ajánlom mindenkinek, aki ilyen mostani ilyen EDM-szerű, house-szerű, trend-szerű elektronikus. Hozzáteszem, hogy egyébként a vírus az azért is egy jó választás, hozzáteszem, hogy mindenképpen a profi kategóriába tartozik, tehát nem egy olcsó dologról van szó, de ezt szerintem stílustól függetlenül a pozzenén át, a house zene, a technón át, mindent, tehát egyébként a dub technó az kb. A vírusból indult ki, szóval minden stílusra tudod használni. És ezeket a hangokat, bár biztos valaki megtudja, de más szoftver szintiből én nem tudtam meg eddig megcsinálni. Mert nem olyan szép a magasuk. Hát még ahogy meghallgatod a mély tartományt, egyébként... Mondjuk ennek pont nincs, mert pont nincs, levágtam, de... Ennek is le van. Meg ezek a digitbészek jól állnak. Tehát az igen. Szóval szuperül lehet ezt használni egyébként, és ami nagyon különleges, hogy annyira egyszerűen belesimul a zenébe, hogy igen. Sokszor ami még egy EQ-t se kell rá. EQ-t se kell rárakni, csak belerakod. Ja, meg hát az egyébként a saját kis EQ-ja az elég jó. Igen. Hát Fézer is egyébként szenzációs ragrá, mondjuk 3-as, 4-eset. Kórus is nagyon-nagyon jó. Dülőjel kicsit elszálltam, de... Nem baj. Szóval ezt mindenféleképpen tudjuk ajánlani, és ami tényleg szuper benne, hogy nem kell új hangkártyát venni, nem kell, nem tudom. Még emellett balosokat. Igen, mert hangkártyaként is üzemel. Hanem mint hangkártya üzemel, bedugja az ember USB-be, akár ha laptopon zenél, akkor a laptopba bedugja, és a hang az USB-n keresztül valahogy bemegy a gépbe. Igen, például a Hallgatomumba is vírust használtunk. Igen, a fő lead az az. Igen. Ezekről a trance-es, tudod, amikor kinyitod a cutoff-ot, akkor azért ezek a soft szintig azon most már sokat fejlődtek. De megdörlik, ha kinyitod. Valahogy még mindig a teteje az teljesen más. Hát meg a bass-ek, tehát ott azért ott hallod, hogy... Szerintem a bass is. A bass egyik léjel, azt hiszem az... Volt az is, meg volt benne masszív is, meg abban volt minden, de...
Általában egyébként ezt a base storyt ezt úgy szoktuk megoldani, hogy van kettő darab layer, az egyik adja a subot, az mit tudom én, az szól 120-ig, 110-ig, és akkor szokott lenni egy olyan szintje, ami meg a karakterisztikáját adja. Erre az Access Virus baromi jó. Meg ha így összerakja az ember, akkor nem feltétlenül kell, hogy baromi jó szóljon az analóg szinti, mert így össze lehet kombózni egy nem olyan jól szóló, de érdekes karakterisztikájú van, plusz egy jól szóló sub. Ami igen, lehet akár sampling is. Meg ami itt jó dolog, hogy folyamatosan frissítgetik. Tehát nagyon sokszor ugye az van, hogy csinál a gyártó egy szintit, amit használnak két évig az emberek, akkor kijön hozzá egy csomó frissítés, és talán senki nem foglalkozik vele. Igen, új módok, új oszcillátorok, tényleg nagyon sok új funkció van. Hát nem azt mondom, hogy havonta, de fél évente, évente mindig kijön hozzá egy frissítés, amit érdemes megnézni. Hát meg német, a németek ezért, német az Access, ugye? Német cég. Igen. A németek azért német. Precízek. Tehát. Igen, meg tényleg nagyon-nagyon támogatják, tehát mit tudom én, volt talán két éve karácsonykor, hogy 30 ilyen nagyon ikonikus szintit fogtak, azt megcsináltak a vírusba, és ami azért ingyen le lehetett tölteni. Tehát ilyen Underworld, Born Sleepy szintit egy az egybe megcsináltak, meg ilyen tényleg ikonikus hangokat. Szóval ilyen jó fejhúzásuk egyébként egy csomó van, vagy ha beregisztrálsz a szintivel, akkor nem tudom, egy csomó ingyen soundbankot le tudsz tölteni, szóval tök gondozzák a szintetizátort. Igen, azért az is fontos, hogy a termékszámogatás milyen. Még a Radiász az mi ilyen nagyon? A Zsoltinak ilyen nagyon... Szoktátok még használni? Na? Ezt mostanában nem használtuk, főleg egyébként azt hozzáteszem, hogy a Radiásznak egyébként maga a hangszínei nagyon hasonlóak a Mini Novához. A Peakhez nem, mert a Peak az tényleg egy teljesen, ez inkább egy ilyen JP stílusú hangzás, de nagyon nehéz lenne így behatárolni, hogy konkrétan mire hasonlít. Mint a Prophetet meg a JP-t is. Igen, van. Igen, mint hogy összemostad volna, tényleg nagyon különleges, majd hogyha esetleg belefér, akkor mindenképpen bemutatnánk. A Radius az meg, tehát aki esetleg használ Tritont, Cork Tritont, akkor annak nagyon ismerős lehet a sound, ugye Triton az korszakalkotó szintetizátor volt annak idején, tehát a Fateless-től elkezdve mindenki használta. És még ami különlegessége, hogy a Mini Korgnak is benne vannak a presetjei pontosan ugyanúgy. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen... vagy mikrokorg, bocsánat. Tehát a mikrokorg felturbozva sokkal több lehetőséggel. Tényleg mióta a Minino van, azóta nem szoktuk használni. Egyébként például nagyon sok Pritz dalon is lehet hallani a szintiket belőle, de igen, elképzelhető, hogy valamikor elővesszük. Még egy időben én nagyon-nagyon szerettem a Rollit, őt. Őról annyit kell tudni, hogy egy olyan ilyen MIDI keyboard, ami nem klasszik billentyűket kapott, hanem így tudsz vele glide-olni élőben. Ez a varázslós. Tehát tulajdonképpen bárhogy megnyomod, bármit csinálsz az ujjaddal a billentyűt. Tehát, hogy egyrészt nyomás érzékeny is, egyrészt van is így egy ilyen modulációs funkciója, és akkor ezt a portamentós glide story-t, ezt is élőben elő tudod adni, tehát nem kell, nem tudom, a pitch-et tekergetni, hanem tudsz kordokat is, vagy két kézzel is tudod külön-külön glide-olni, szóval nagyon izgi cucc. Azt hiszem ennyi, még van. Igen, ennyi. Nagyjából ennyi. Jó, akkor szépen haladunk be a gépbe. Mivel veszitek föl? Milyen hangkártya? Van-e esetleg valami preamp? Hát hogy néz ki a lánc? Én avidos vagyok, Zsoltika. Én RM-t használok, az belül van, optikai kábel, egy nagyon régi, ez még egy Steinberg által gyártott 8 csatornás AD konverter. Nagyon elégedett vagyok egyébként minden igényemet kielégíti. Mostanában picit rosszalkodik a tápja, úgyhogy elképzelhető, hogy majd egyszer meg kell tőle válnom, de még egyszer mondom, hogy 20 éves cuccról beszélünk. Nem tudom, hogy mostanában milyen hangkártyáról lehet ezt elmondani. A Dávid pedig... Én Avid Mboxot használok. Én szuper, nagyon szeretem. Szintén megvan már ősidők óta, sőt annyira is, hogy már a kis hangerő tekerentője már nagyon rosszalkodik. Tehát akkor megéri is be de megéri ezekre. Mert sokáig akkor ez használható. Tehát nekem is az Mbox Pro van, szerintem az már nincs is, de én nagyon-nagyon szerettem meg. Meg akkor az nagyon jó volt, mert akkoriban még nem volt ilyen natív Pro Tools, tehát rögtön tudtam Pro Tools használni. Igazából ennyi. Jó. Akkor következő. Mennyire használtok még szoftveres hangszereket?
azért rengeteg mindent felsoroltatok, tehát igazából egy zenét össze tudtok rakni kívül. Mi az, amit még úgy használtok és szerettek? Gondolom a szokásosok vannak, nagy újdonságot senki nem mutat. Mik azok, amiket úgy kifejezetten szerettek? Hát, amit nagyon én szeretek, az a Silent. Bármióta megvan a Peak, megmondom őszintén, szerintem nem használtam, meg a Behringer. Vagy nagyon ritkán szoktam szubokra. Amit nagyon szeretek, az az Arturia család. Ha nincs kedve bekötni a szintit, meg ott nem tudom hülyéskedni most, az Arturia azért az elmúlt 3 évben nagyon-nagyon-nagyon nagyot fejlődött. Tehát ott most már azt mondom, hogy tényleg aki ért hozzá, az simán tudja hozni megtévesztésig ezt a analóg feelinget. Szóval az Arturiák nagyon jók, a Serumot természetesen, annak a waveformos része az nagyon-nagyon jó. Nexus, ha ilyen instant dolog kell, csak nem tudom, egy kiegészítő hangszer, ami egy funkcióba kell, de nem egy fő téma. Akkor pianókra a Nexus is nagyon jó szokott lenni. Esetleg ilyen különféle ilyen makett hangzású trombitákra, amikor csak így nem, akkor se fő téma, csak a értek. Tehát ilyen kiegészítő hangoknak. Tehát ilyen kiegészítőként tök jó, egyszerű. Nagyon-nagyon jó bankok vannak hozzá, azt mindig általában meg szoktuk venni duplán, mert ott azt sikerült úgy megoldaniuk, hogy duplán meg kell vennünk, tehát itt is, ott is. Mi mást? Hát ezekből már elvagytok bőven. Nem, még van, meg Zsolti, te szoktad a Falcont használni? Én szoktam a Falcont használni egyébként, a annyira nem ismert szinti. Ehhez különböző számbankok vannak. Az a baj, hogy egy egész műsort felemésztanám, hogy beszéljünk róla. Nagyon hasonló egyébként kicsit a Nexusnak a elgondolásához, illetve a most, ami Avengers volt, a Avenger? Avenger? Tényleg az Avengert, azt is használjuk mostanában viszonylag sokat. Ahhoz még amit szoktunk használni, ugye az Arturia, kontaktokon nagyon sok... Kontaktoz a fő... Hát mostanában nem az elmúlt egy évben, de az elmúlt 3 évben nagyon sokat használtuk, ez az output kiegészítők. A srácok ilyen vokál modulációval foglalkoznak elsősorban, de hihetetlen minőségű plugineket, tehát a slágereknek a 70%-ában megtalálható volt. Tehát mit tudom én, volt az a Migente, igen. Az a fő téma, az is abból van, egy sima alapreset, szóval az szuper jó volt. A Nicky Romero-nak használjuk nagyon sokat ezt a kikét, legalábbis én nagyon sokat használom. A kettes vagy az egyes? Mert van egy kettes. Hát van egy kettes is, de abban még úgy annyira nem mélyültem el, meg igazából az egyessel mindent meg tudok csinálni, amit meg szerintem a Nicky nem is küldte még át a licenszet a ketteshez. Szóval nem, az egyes szoktuk használni, ugyanúgy ezt a Kickstart nevű sidechain pluginját, az is ilyen instant, hogy rárakod, aztán működik. Ami neccesebb hangszín, fő szinti, ilyesmi, akkor ott a beépített Ableton sidechain szoktuk használni, mert ezt a, nem vagy az Ableton kompresszort, és akkor ott tudod sidechain-elni. Egyébként egy nagyon, mondhatom úgy, hogy mint Ableton ellenes, de nagyon jó multiband sidechain van egyébként a Abletonban. És hát, az, ilyen cselesen szoktuk megoldani ezt a multiband sidechain, de majd mutatjuk, ha lesz rá idő. A effektek. UAD. Természetesen azt. Nem, igazából az UAD-ból azokat szoktuk használni, ami tehát funkcionalitásban megfelel arra, amire kell. Tehát tök jó, igen. Mondjuk a 11-eken melyik UAD paláginál jól ezeknek a progisoknak? Hát, szerintem ez egy tök pont. Mondjuk most már inkább kicsit house-osabb felé mentünk az elmúlt pár évben, de amit nagyon szeretek, az a Limiter, az szerintem mindenkinek. A Precision Limiter. Akkor a Maximizer, az is ilyen. A vokálnál én szoktam ezt az Ella 2 Legacy-t használni, akkor ezt az EMT250 Reverb-et. Ez zseniális. Azt nem találom. Pultec Pro EQ, az is baromi jól használható. SSLG Bass Compressor Masterre szoktam használni. Ez a Vertigo, mi ez? SM3, ez a sárga, nem? A VSM meg a VSC2, ez egy nagyon különleges... Én nem tudom, hogy az mit csinál, megmondom őszintén, de így nagyon szóta. ez egy elég egyedi képződmény, és tulajdonképpen hát ilyen... Ja, valamilyen ekutorzító cucc, igen, lehet, igen, ez, de... Igen, amivel ilyen kicsit több ilyen fémesen kezdtő lesz, felhangokat rakom arra szoktam a hangzáshoz.
Tehát ezek a felharmonikusok ott van, még a ilyen tehát igen, egy ilyen felharmonikus torzító, de úgy kell elképzelni, hogy ilyen nem úgy, nem olyan, mint ezek a klasszikok, hanem kicsit ilyen, van benne valami ez a, hogy ilyen fémesen kezd szólni, igen, tehát igen, így igen. Kiemeli a nem tudom, rezonanciáját egy-két hangnak, nagyon érdekes, akkor... Elízia cuccok. Hú, hát igen, hát az Elízia, azt nem tudom, hogy egyébként van-e UAD-ban, mert én azt natívan használom a Musecut. Igen. Az zseniális, akkor ez az API 560, ezt szoktam még nagyon sokat zenékre dobálni. Egyébként például a House-os cuccokra a Fairchild kompresszor, az nagyon-nagyon jó. De aztán én mindig, amikor új van, tudod, kipróbálgatjuk, ha olyan, hogy jól tudjuk használni, akkor megveszünk, ha nem, akkor nem, tehát így nem vettük meg a... Meg nekem is az UAD már megvan szerintem lassan 10 éve, szóval... Egyébként a mellé passzív-masszív, hogyha masszív-passzív... Mennyire használtok stock plugineket így az UAD mellett? Ma azért felsoroltatok egy csomót, amivel igazából mindent meg lehet oldani. Hát, amit... Hát, nem is. Például a Waves plugineket nem igazán használunk. De valamiért én nem szeretem a Waves plugineket, nem tudom. Tehát ha már van UAD, akkor minek Waves? Tehát itt a... Egy-kettőt szeretek, például van ez az Edge Delay. Azt szoktam használni az UAD-os ez C1 helyett, vagy nem igen, tudom, igen, igen, igen. Erős egy. Mondjuk most már van ez a Reflection Engine, de egyiket, ami nagyon jó, az a Santoys. Santoysokat szoktuk, a Echo Boyt, meg a Alter Boyt. Én egyébként Fafilter cuccokat nagyon szeretem. Dávid annyira nem csípi. Én nem, de én Ekura, hát most ez nagyon keményen fog hangzani, de én az alap Ableton-os Ekut szoktam használni. Amelyik hát teljesen jó. Nem a masterre, hanem külön a mixben. Na, tehát akkor azért használtok stock plugin. Hát az nem stock, az alap Ableton-os. Hát azért stock. Érted. Vagy stock. Hát új stock. Új stock, hogy benne van. Egyébként a Cubase-ben és meg az Ableton-ban nagyon-nagyon jók ezek a már alapból integrált. Amúgy a Cubase-ek úgy zseniálisan. Tényleg, hát meg ugye a Cubase-ek utazt azt a Vox & Go fejlesztette nagyon sokáig, ami egyébként az egyik legjobb EQ volt. Még közben egy plugin jutott eszembe, ami nem UAD-os, ez a Cymatic, talán gyártja a Glucrom kompresszor. Igen, de már az is integrálva van. De már az is egyébként beintegrálták az Ableton-ba, az talán Glucrom kompresszorként néven van, vagy... Glucrom kompresszor. Nem, Glucrom-ként van, az is jó. Ugyanaz, tehát ez, akkor innen egyébként nagyon sok plugin szoktam még használni, a Vocodert, azt nagyon szerettem, a Pingpong Delay-t, az nagyon jól meg van csinálva. Vagy hát nincsen nagyon jól megcsinálva, de én nagyon szeretem a hangját. A szaturátor is nagyon jó egyébként. A szaturátor is nagyon jó, a 3-as EQ-t azt még sose használtam, a 8-as az szerintem a szuper jó. Akkor mostanában elkezdtem, hol van ez a rezonátor? Ez nagyon izgis, ilyen kordokat szoktam vele csinálni. Betöltesz egy white noise-t, és ad neki tonalitást a hangnak. És nagyon ilyen Chicago kordokat tudsz vele csinálni. A multiband dynamic az ugye az stílust is teremtett, ez az OTT preset. Ezt szoktuk még használni. Ebből lett is egy ilyen plugin, aki nem Ableton-t használ, ez az OTT. Igen, azt mondja, ez Steve Dudának a felállmány, ugye az, aki nekem is a szérumot ő csinálta. De egyébként... Meg a LFO Tools is, az is még ilyen nagy... Egyébként így a pluginekről annyit, hogy amit így elmondtunk, ámblok, ezeket szoktuk mindig ebből használni. Minden és akkor mindig látunk valami újat, amit akkor gyorsan fölrakunk, meg megveszünk. És akkor minden és akkor utána eltelik egy pár nap, rájövünk, hogy csak szarabb lett, mint volt, és akkor utána... Nem, vagy úgy szokott lenni, hogy vannak ilyen korszakok, és akkor a zenéket is így úgy nevezik el. Sőt, volt nekem egy olyan korszakom, hogy megvettem ezt a Precision EQ-t az UAD-tól. És mindenre rátettet hapjának. Az is ilyen fémesen kezdett szólni, és akkor volt egy nem tudom, 3-4-5 zene, ami olyan fémesen szólt, de egyébként klubban tök jól működött. Meg nagyon érdekesen szólt, de még azt szoktam. Így alakul amúgy a zeneipar is, hogy feltaláltak valamit, és egy időben mindenki rátett mindent. Tehát. Hát igen. Főleg így a szintik körül. Tehát volt egy időben, amikor kijött a Virus, akkor minden zene Virusos volt, akkor utána jött a Silentes hangzás, akkor utána jött ez a Nexusos sztori, akkor utána most ez a Serum megjelent, akkor ezeket a waveform szintiket használtam. Egyébként még amit érdemes elmondani, hogy lehet rosszul fogom mondani, az UHE.
igen, a Zebra meg a Diva. Igen, Diva. A Diva, a... szerintem nagyon-nagyon-nagyon. A Divát Ákos is nagyon dicsérte. A Divát én is szeretem, csak az a baj, hogy a Behringer mellett az is egy ilyen minimug. Igen, próbálják a ladderfiltereket ugyanúgy beletenni. Tehát nagyjából ugyanazt hozza, annyi az egyszerűsége, hogy tök jó prezetek vannak alapból benne, és azokat, ha kell egy tökös SUV, vagy valami, ami ilyen egyszerű, de nagyszerű, arra használjuk. Ha nem elég digitális a kiállás, akkor előjön a Mini Nova. Ha tényleg, ha kell valami plusz analóg melegség, akkor a Novation, ha kell egy gizda fülték, akkor minden az egy probléma minden, megoldása. Mindennek van funkciója. Tehát amit azért ugye ki kell emelni, hogy ugye itt nem arról van szó, hogy idézőjelben 10 éve ugyanazt a műfajt csináljuk, hanem nyilván változó. Egy olyan erából jöttünk, amikor a Dávid teljesen más, én is teljesen más csinált, amióta a Stadium X van, azóta is szerintem 6 különböző subgenre-ba csináltunk zenéket, úgyhogy tehát, és tényleg ezeknek a plugin-ek, amit is elmondtunk, ezt most így összességében, tehát ezt nem lehet minden hangzásra használni. Tehát valami egyik erre jó, a másik arra jó. De hát emellett azért így az elmúlt 10 évben az rengeteg plugin-t használtunk, az Albino 3-at én nagyon szerettem, én akkor a Global Underground progiba voltam Rob benne. Rob Pepper egyébként. Akkor ezt a Zetát, hú, ezt nem is tudom ki gyártja. Zet az... Az a Z3TA Plus. Mindegy. Ami albetűs, nem tudom. Azt nagyon-nagyon szerettem el, amikor voltak, azt pont neked is küldtem, hogy Dead Mouse-os sztoriaim, az még 2007-ben. Tehát akkor így végig mentetek a fejlődési görbén, és akkor ezek a Rob Papen szintén kurva jó voltak. A Blue, akkor az az Albino is az volt, a Sub-Boom-Bass, a Predator. Egyébként ezek, nem tudom, lehet, hogy ezért egyébként pont ez a Synapse Audio, de ők is egyébként nagyon jó szintiket csináltak még annak idején. Akkor a Dune az kié? Az is még nagyon jó szintű. Az is, nem? Az is UL. Mindegy. Szóval, hogy érdemes ezeket a szintiket megismerni, mert ha nem tudom, dolgozol, és van egy olyan problémát, hogy akkor ide egy ilyen karakterisztikájú, ilyen akkor tudjátok, hogy rögtön hova akkor rögtön volni. Tudom, tehát hogy nem az van, hogy ilyen univerzális megoldás, hogy akkor kell egy hang, akkor silent. Vagy kell valami, akkor Nexus, hanem tudjuk nagyjából ezeknél a szintiknél, hogy melyik szintit mire tudjuk a legjobban használni. Tehát hiába feszülnék meg a, nem tudom, a Behringerrel, hogy összerakjak egy kordot, mert nem olyan, vagy egy jó leadet, mert azt azért szerintem azt a Virus az jobban tudja azokat a stílusú leadeket, amiket mi szeretünk, vagy akár még... Tehát akkor végül is felfegyverkeztetek minden eshetőségre, és akkor mindig tudjátok, hogy... Mindenre felkészültünk. Persze, a gitárfelvételtől kezdve a analóg basszusig, mindenre. Majd zárásképpen így elektronikus, mainstream elektronikus zenében mi az az új irány, amit látok most kint? Azért sokakkal kapcsolatba álltok, így az éjendároknak is tudjátok a gondolkozását. Mi az az irány, ami fele így elmozdult? Hát az az érdekes, hogy nem tudom, hogy 2013-ban így az összes kontinens nagyjából egyfele tartott, és egy zenei stílusra moccant, na most ez teljesen szétvált. Tehát ez, hogy most így globálban mi van, globálban nincsen semmilyen stílus. Úgy lehet nézni, hogy Dél-Amerikában megy ez a Brazil Bass, meg mennek a latino zenék, akkor Észak-Amerikában megy még ez a trap, a future bass deep, meg a latino zenék, meg a house most nagyon, akkor Európában technoőrület van, tehát a legmainstreamebb kategória most a techno. Igen. Szóval tehát akkor így piacokra fel. Szóval Ázsiában meg ez a klasszik EDM. Mm. Tehát ott hiába jönnek a brazil bass-szel, meg a technót így erőlgetgetik, de ott még mindig ez a klasszik EDM, ez annak van a legnagyobb piaca, de egyébként a rádióban is megfigyelhető, tehát mondjuk amíg idézőjében 2014-ben volt egy sláger, ami szólt a rádióban, az a világon mindenhol szólt a rádióban. Most az már csak egy régióban. Most már ilyen nincs. Érdekes szokott lenni, mert mostanában így az elmúlt 2-3 évben nagyon sok hivatalos remixet csináltunk, tényleg alkategóriás sztároknak, a David Guettának, Robin Schulznak, Lost Frequenciesnek, Clean Bandit, Kygónak, tehát mindenkinek, és ugye tök érdekes látni, hogy mit tudom én most majd pont holnap fogunk játszani Prágában lejátszuk a Robin Schulz oké remixünket, az működni fog. Viszont Ázsiában lejátszuk a Robin Schulz oké remixünket, ott néznek, hogy van-e jó kis zene ez, de hogy ez mi. Ugyanez a helyzet mondjuk egy Griffinnel. Griffint lejátszod az Egyesült Államokba, és mindenki ismeri. És így vannak az A-kategóriás is amúgy? Hát ezek A-kategóriás. Mármint az A-kategóriás fellépők is így vannak, mondjuk egy Nicky Romero ugyanúgy ilyen váltásokat kell csinálnia mondjuk, ha Nem foglalkozik ezzel senki, mert úgy van összeállítva a szett, hogy egyrészt a saját zenéket játszák, tehát ha nem működik, akkor szomorú, de
de hogy most nem fogja azért kirakni a saját zenéjét, hogy működjön a kontinensen. Meg hát az alkategóriásztárok azért nagy fesztiválokon játszanak ott, meg azért a piró, a sok ember, a fények és a csillogás azért elviszi a műsor. De klubkörnyezet nyilván más. Az más. Persze, az megint más. De mi is próbáljuk úgy egyébként összerakni. Tehát a bulikon, ahol játszunk, oda eljönnek a Stadium X fanok, akik ismerik azt, amit csinálunk, tehát látják a social médián, hallgatják Spotify-on, és a többi, de egyébként próbáljuk összerakni úgy a szettet, hogy egyrészt univerzális legyen, mert az kicsit fura lenne, hogyha mondjuk Európában teljesen más játszanánk, mint Ázsiában, vagy máshol, meg tehát így tényleg okosan el van gondolva ez az egész, hogy tud ez a zene működni, mert az is nagyon sokat számít, hogy például egy olyan zenét, amit nem ismernek az emberek, azt mikor sütsz el a szedbe. Tehát te is nagyon jól diszkóztál, hogy tehát most, hogyha három olyan zene előzi meg, amit nem ismertek az emberek, akkor nyilván a négyedik sem fog működni, de... Igen. Jó van, srácok, hát nagyon szépen köszönjük, és szerintem nagyon sok komment fog érkezni így a stúdiótokra, meg a workflow-tokra. Köszönjük szépen, hogy megosztottátok velünk, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük. Én most nem megyek vissza a kamera végére, mert én most így elég faramuci helyzetben itt állok, úgyhogy mindenkitől szeretnék elköszönni. Kövessétek a srácoknak a munkáit, remixeit, tényleg megéri, és csatlakozzatok az átcsoportunkba, és meg április 27-én gyertek az MPV Talira, mert nagyon sokan leszünk. Na, sziasztok! Köszönjük. Sziasztok!